Köszöntök mindenkit, sziasztok! Bekopogtat a tavasz Magyarország területére, ugyanis egészen péntekig kifejezetten enyhe légtömegek alakítják majd döntően Magyarország időjárását, de csütörtökön, illetve pénteken is számíthatunk elszórt jelleggel kisebb esőre, illetve záporokra. Szombaton azonban várható a markáns hidegfront érkezik észak-északnyugat felől, ennek hatására hátoldán vasárnapra átmenetileg jelentősen visszaesik majd a hőmérséklet, hétfőtől azonban ismét melegedésre készülhetünk. Ha az európai időjárási helyzetre pillantunk, akkor itt látható tőlünk északra alapvetően az a hullámzó frontrendszer, amelynek előoldalán helyezkedik el döntően a Kárpát-medence egészen péntekig. A döntent azért mondom, mert csütörtökön átmenetileg egy hidegfront már súrolhatja az északi-északnyugati tájainkat. Az a markáns hidegfront azonban csak szombaton érkezik meg, amiről már említést tettem, és ennek hatására számíthatunk vasárnap jelentős hőmérséklet visszaesésre, illetve a hétvégén nagyobb telten meg is erősödik, sőt akár viharossá is fokozódhat majd a szél. Most az előttünk álló éjszakán még sok felhő lesz felettünk, inkább csak átmenetileg vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet, és összességében elszórtan valószínű kisebb eső, illetve záporeső, halmazállapot váltás csak az északi hegycsúcsainkon fordulhat elő. Általában 1, illetve 6 fok közé csökken kora reggelre a hőmérséklet, gyenge fagy csak kevés helyen fordulhat elő. Holnap a reggeli délelőtti órákban elsősorban a nyugati, északnyugati tájainkon akár hosszabb időre is kisüthet majd a nap, majd délután az ország döntő részén már ismét erősen felhős lesz az ég, akkor már csak kevés napsütés valószínű. Napközben az ország döntő részén csapadékszünet várható, majd főként a délutáni esti óráktól kezdődően az északkeleti tájainkon ismét előfordulhatnak záporok. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig döntően 11, illetve 16 fok között alakul, a délnyugati határvidéken mérhetjük majd a magasabb értékeket, és szerdán a nap második felében a délutáni esti órákban a délnyugati déli szelet egyre több helyen kísérhetik erős széllökések. A legerősebb széllökések várhatóan 50-55 km/h körül alakulhatnak a nap második felében. Ha folytatásra pillantunk, akkor nagyon jól megfigyelhető, hogy csütörtökön ez a súroló hidegfront érdemi hőmérséklet visszaesést nem fog okozni, sem a délnyugati, sem majd ahogy majd látni fogjuk az északkeleti tájainkon. Ugyanakkor csütörtökön, illetve pénteken elszórtan, illetve több helyen kisebb eső, illetve záporeső már előfordulhat. Nagy területen viszont megerősödik a nyugati szél, ennek hatására mindenképpen több fokot enyhülni fog az idő, mégpedig olyannyira, hogy a délnyugati határvidéken, csütörtökön, illetve pénteken akár a 20 fokot is elérheti majd a csúcshőmérséklet. Szombaton azonban várható a markáns hidegfront érkezik, csapadékkal, többfelé esővel, illetve záporesővel, mögötte pedig északnyugati széllel hidegebb levegő érkezik Magyarország fölé, ennek hatására vasárnapra jelentősen, nagyjából 5-8 fokkal visszaesik a hőmérséklet, legalábbis átmenetileg, ugyanis ahogy az látható, hétfőtől ismét melegedésre készülhetünk, de az időjárás változékony jellege elszórtan kisebb esőkkel, illetve záporokkal továbbra is kitart majd. Ha tetszett ez a videó, akkor alábbi elérhetőségeinken követhettek bennünket, én most megköszönöm a figyelmet, sziasztok!